igazából nem tudom, mi lesz ebből a vlogból, meg hogy hogyan fogom tudni elmondani a dolgokat, mert a Peti hangosan nézi a TikTok videókat. Tehát, hogy itt a fülese, érted? Itt a fülese, nem. Nem, ő neki úgy kell nézni, hogy az egész strand azt hallgassa, hogy ő mit néz. Hiszen a folyamatosan visszatérő TikTok zenék engem, ez úgy kiborítanak. És mindig ugyanaz a 8-10 darab ismétlődik, mármint így zenében, és teljesen ki tudok tőle borulni egyébként, nagyon durva. Peti is TikTok függő lett. Nem örülök neki. Egyáltalán nem örülök neki. Az egész strand azt hallgatja, hogy ő mit hallgat. Kurvára örülhetnek neki szerintem, mert egyébként mindenkinek ott a füles a fülében, csak a Peti képtelen betenni. Nem is értem. Na, szóval megígértem, hogy elmondom, hogy hogyan működik ez az egész rendszer a kantinnál. Mi mondom kantinnak az éttermet, kantin, olyan, mint hogyha valami menza lenne. Mondjuk olyan, mint egy menza, mert alapvetően te hozod ugye ki magadnak a kaját tálcán, vagy hát, hogy ugye van az a kis csipogód, amivel ugye akkor csipognak le, amikor ugye elkészültek az ételeid. És akkor ugye tehát oda mész, és akkor ugye mutatják, hogy megfogadok. Szóval aztán ők mutatják akkor utána, hogy melyik a tiéd, és akkor ugye azt elviszed szépen az asztalodhoz, és igenis tálcával viszed el, úgyhogy végül is canteen. Jobban illik rá, mint a restaurant. De egyébként meg láttátok, hogy nagyon jól meg van csinálva, tök jól néz ki az egész. Szóval lecsipognak, és akkor elviheted. És úgy van, hogy a leves az ingyen van. Ezt mondtam az első vlogba. Ki tudja, nem tudom, annyit pofázok, hogy fogalmat, hogy már mit mondtam el, és mit nem. Szóval úgy van, hogy nem érdekel, hogy elmondtam az első vlogba, vagy nem mondtam az első vlogba. Most akkor is megint elmondom a dolgot, hogy a leves az ingyen van, és a saláták is ingyen vannak, meg van kirakva mindig ilyen, hogy hívják ezt, ilyen hosszú bagettek, meg zsemlék, meg ilyen, hát a szénhidrát szekció, én így hívom, úgyhogy vannak kirakva mindig szénhidrátok is, meg vannak ugye olajok, meg ilyen chili szósz, meg minden ilyesmi, ezek ugye teljesen ingyenesek, és akkor ugye a fő ételért fizetsz, úgymond. Tehát ilyen érdekesen van kitalálva az egész, és ma vagyunk egyébként így az utolsó napunkon, és most néztük meg, hogy még 133 eurónk van a szemlánkon, vagy már nem, mert már ittunk kettő maró koktélt, úgyhogy ez lett a kedvenc koktélunk. Ez ilyen kókuszos, kék, ha még hangosabban elkezd beszélni a bácsi, akkor lehet pörgőrugással rugom le. Igaz, nem is tudok rugni, mert nem tudok ráneszedni arra a lábamra, de én lerugom, ezt tudom lerugom pörgőrugásra. Már ittunk kettő marokoktért, mert alapvetően én nem, tehát hogy persze nem lenne ennyi eurónk, úgymond a számlánkon, hogyha ugye folyamatosan alkoholt innánk, meg egy csomó ilyesmit, hát, de ugye mivel nem vagyunk alkoholisták, tehát ugye nem élünk az alkohollal, így ugye azt, hogy csak vizet iszunk, meg zero kólát iszunk, most tehát az nem nagyon dobja meg ugye ezt az extra költségkeretet, úgyhogy nem is tudjuk, hogy fogjuk elkölteni ezt a sok lóvét. Hogy fogjuk elkölteni ezt a sok lóvét most kajára egy nap alatt 12 óra, 12, még annyi se. 10 óra lefogás alatt, hogy fogunk elkölteni ennyi pénzt? Sehogy. Úgyhogy itt marad ajándék a szállodának tőlünk, mert mi nem voltunk nagy étkőek. Ugye van, Gusta? És ezt utána a legjobban, amikor itt ül, akkor nem az, hogy nem vagyok összeszedett, hanem pontosan kérdezgetem tőle, hogy ugye van, Gusta? Ugye van, Gusta? És itt annyira ki tudok egyébként borulni. Te mit fejtesz? És ő meg sose fejti ki. Én mindig bólogat, hogy ugye, igen, ennyire a reakciója. Látszik, hogy a kamera mögött dolgozik, nem előtte, mert hihetetlen. Na, úgyhogy így ennyi. Úgyhogy ma a strandolás van, a lábam változatlan szar. Úgyhogy, ja, és ma már pakolni is kell, holnap meg vár ránk egy 8 órás út. De jó, ezt annyira várom.
Sose vártam még ennyire semmit. Ja, de a lefele útnak azt is körülbelül ennyire vártam. Semmi hangulatom nem volt ennyit utazni egyébként, de most basztus valahogy ide kell jutnod, csak annyira hosszú, meg nem is az, hogy uncsi is, igen, néha azért uncsi, mert így bele tudsz így fáradni abból, hogy fontosan mész az autópályán, és akkor ugye nem történik kvázi semmi. Ja, de hát ezek az egynapos utazások, a teleportálás képességét ilyenkor úgy magamra ölteném. Mondjuk nem most az új lábfunkciót nyomnám be egyébként így az automatába, hogy egy egészséges lábat szeretnék. Nem szeretném végigszenvedni ezt az X hetet, fogalmam sincs hány hetet. Úgyhogy igen, tehát most már a duzzanat az kezdem menni a lábamról. Elkezdett most már gyönyörű színekben pompázni. Egyre jobban fáj a sípcsontom, amit nem is értek, hogy miért az ilyen nagy talány nálam. Fogalmam sincs, meg itt a boka előső részem, vagy ez a, mi ez a lábfej előső részem. Két oldalt már bekékült, zöldült. A lényeg, hogy tudok sétálni. Nem tudom kimozogni egyébként ezeket a, hogy mondjak én, hetahúpákat, azokat egyáltalán nem tudom kimozogni. Ha nagyon nagy a lejtő, vagy a magasság, azokat csak tudom egyébként korrigálni a lábammal, úgyhogy lépcsőzni úgy tudok, hogy is van felfele jobb, lefele bal. Tehát, hogy ezeket kell kapogatnom így először, hogy ugye jó legyen. Hogy mire fogok tudni újra táncolni, hát az meg egy kurva nagy, az meg egy rohadt nagy talány. Úgyhogy, ja, de legalább szerintünk, mert hogy nem csak szerintünk, hanem tudja, hogy nincs törés, biztos, hogy nincsen szakadás, mert akkor szerintem nem bírnám így fájdalomcsillapító nélkül, sőt, ez is nagyon durva, hogy fájdalomcsillapító nélkül simán létezem, aztán, ja, meglátjuk, hogy mi lesz így a jövőben. Az egyik táncos írta, hogy olyan katásan, ugye, írtam neki, hogy 2 hetet adtam a lábamnak, max 2 plusz 2-t, és akkor ugye írta vissza a kíra, hogy aha, csak olyan katásan. Úgyhogy igen, csak olyan katásan, ennyi időt adtam, készpont, nincs több idő. Úgyhogy ilyen katonásan, ez van. Mit hallgatsz? Nem hallod a TikTok videódat hangosan? Ó, hát ez elég nagy probléma. Rakd már be azt a kúra fülest. Na, viszont most már tényleg elköszönök. Eskü, nem mutattam meg a szállodának a lobby részét, de... Jó, még lehet este felveszem, csak Peti mindig mondta, hogy ne este! De! Akkor is most este lesz belőle, esti felvételek lesznek. Úgy is vettem pár lépésnyit a sétányról. Tényleg pár lépésnyi volt. Mert aztán nekem vissza kellett fordulnom, mert nem bírtam a lejtőt tegnap, úgyhogy 160 métert kellett volna elvileg elsétálnom. Kemény 20 után azt mondtam, hogy akkor back to the hotel. Ja, nagyon hosszú távokat bírok, úgy tűnik, de mondjuk így napközben még jobb a helyzet. Akkor estére gondolom már, hogy így fárad a lábam, stb. Addigra ugye még kevesebb és kevesebbet bír. Legalább állni tudok rajta, és amikor fotózunk, akkor is egyébként arra a lábamra súlyzok. Tehát simán állok rajta, úgyhogy a másikon nincsen testsúly. Ez pozitív szerintem, de ez, hogy nem tudok nemesen sétálni. A szopás kategória. Bocsánat, elnézést. Na, elköszönök tényleg, aztán ennyi volt szerintem ez a vlogolgatós, hülyéskedős dolog. Befejeztem, úgyhogy 3 vlogot csináltam a 10 napból, ahhoz képest, hogy nem mentünk sehova, hanem végig a medence partján hesszeltünk, ahhoz képest. Elég egész jó lett szerintem, egész izgalmas lett. Ja, tudom, mit nem mondtam még el? Azt, hogy a Petit úgy elkalapáltam pippokban, mint a szart. Játszottunk egy meccset. Na, itt röhögem. Hát nagyon mosolyog, de leszarom, akkor is elmondom. Szóval játszottunk egy meccset, és hát ilyen 3 szetteset játszottunk, és az a lényeg, hogy 2-1-re nyertem, de már elkezdett óvni. Ami azt jelenti, hogy szerint az utolsó szett az nem volt fair, mert én röhögtettem.
De persze, hogy röhögök, sőt, majdnem bepisíltem a röhögéstől, mert ő annyira komolyan vette ezt az egész pingpongozós dolgot, mint hogyha valami világbajnokság lett volna, és nem úgy játszott, mint amikor mondjuk így előtte így pötyögtünk, meg így ütögettük, hanem így teljesen megváltozott a testtartása, meg így annyira ráfeszült és rákészült, ugye, én meg csak adogattam neki vissza, meg ott röhögtem, hát persze utána már körülbelül sírtam a röhögéstől, mert annyira vicces volt az egész, így szürreális, hogy ő ezt annyira, de annyira komolyan veszi, hogy ő most kurvára meg akarja mutatni, hogy ő most így el fog verni pingpongba, a bowlingba. Ugyanez volt, akkor mindig bealáztam bowlingba, és akkor egy idő után már volt ideket. Aztán egyszer csak fordult a kocka, és meg ő alázott el engem bowlingba, és akkor meg én voltam rohadt ideges, de én nem tudok veszíteni. Azt tudni kell, úgyhogy, és ugyanez volt, miben volt még ez. A golf, mini golf. Abban aztán jó nagy balhéjünk voltak régen a ugye mini golfon, mert ott aztán, ugye? Ugye, bólogatám egyébként. Igen, ott abban nagyon nagy balhéjünk voltak, mert ott az elején mindig jól kezdtem, nagyon összeszedett voltam, és akkor a végére így valahogy elfogyott a lendületem, és ott mindig a balhéjük voltak. Mi, magyarok? De jó! Hogy de jó, de ezeket a magyarokat, ez az, elmentek. Ja, úgyhogy ennyit akartam mondani. Ja, és utána meg még akartunk játszani még egy szettet, csak a Peti beütötte a pingpong labdánkat. Mi az? A légkondinak így a gépezetébe, de így legalúra. És nem is tudtam onnan kiszedni, tehát egy esélytelen volt egy perem, és az alatt sorakozott már 4 labda, mert azt nem tudta fotózni, úgyhogy labda nélkül maradtunk, de ott is 6-5-re vezettem, úgyhogy... Igen, ez egy jel arra, hogy a jobb pingpongban, mint a harmadik manguszta. Mert a Vigyi legyőzte fontosan a manguszat. Na jó, tényleg elköszönök. A kamerám fontosan odébb sétál. Hihetetlen. Szóval akkor... Sziasztok! Fogalmam sincs, hogy miért megy el mindig az ilyennek a buszbasznak. Jó, most így fog indulni. Szóval, bejössz a nagy kapun, és így ezt látod, várj, lehúzom nektek 0-5-re. Csak hogy így jobban érzékelhető legyen, brutális a tér. Tuti mászkálni fognak körülöttem egyébként. Nem, most kijöltem egy pontot, bocs. Szóval, errefele van lent még a garázs, a fitness, a wellness. Van wellness? Na, ezt utolsó nap délutánján kell megtudnom 5 órakor. Na, és itt van megint egy ilyen szöveg, ezt imádom. You in the first place, imádom, baszki, nagyon jó. Tudom, még elmondom majd még 100-szor szerintem, hogy imádom. Vannak ilyen hatalmas kijelzők, gyere, kiállítanom. Na, mutatom tovább, csak ugye nem akarom, hogy benne legyen így mindenki. Do you want to be the destination? Ugye ez van kint egyébként a szálloda előtt is. Szerintem ez lesz a borítóképe ennek a vlognak, mert ez nagyon megtetszett nekem. Mármint akkor, amikor még csak kerestem a hotelt, és akkor itt jöhetsz tovább, és itt van egy ilyen játékközpont, hát most hogyan hívod, ugye? Szóval itt pingpongozni, biliárdozni, csocsózni, meg ilyen régi játékokkal lehet játszani, pár ilyen lipa, vagy mi a váltópénzük, fogalmam sincs. A kedvenc részünk kattacsávóikkal. Ez a... Mi ez? Ingyenes, mi ez? Ilyen PlayStation-ös, nem tudom milyen hely. Itt szoktak általában fetrengeni, és itt szoktak így játszogatni a fiatalok. Mi meg, nekünk meg azóta kedvenc asztalunk egyébként. Meg próbálom tényleg úgy venni, hogy ne legyen benne senki. Jaj, kattacsávóik pingpongoznak! Ah, persze, azt figyeljetek, megmutatom kattacsávóra, remélem emlékeztek. Kattacsávó az, aki nem vett észre, hogy ott egy kibaszott macska. Kattacsávó. Ja, aztán itt jössz ugye végig, tovább.
itt van a recepció. Azért, amikor belépsz ebbe a térbe először, hát fú, elég komoly egyébként. Tehát, hogy így azt nézed, hogy wow! Na, emelked össze jobbra a tenger irányába. Ez az egész nyitott, van ingyen üdítőt, vagy hát mi ez, ingyen víz egész nap rendelkezésedre áll. Ugye most a DJ-t leköltöztették ide a Kanti, megint kezdtem az étteremhez, és így szolgáltatja ugye a zenét. Tökre imádtam egyébként, hogy mindig így frankó volt tőle a hangulat. Ugye innen rengeteg sok influencer posztolt egyébként képeket. Én is akartam, aztán rájöttem, hogy baszki, mindenki innen posztolt. Miért posztoljak én is megint innen? És hogyha itt egyébként lemegyünk, akkor itt látjátok is a táblán, ott ki van írva, hogyha itt lemegyünk még több lépcsősoron keresztül, akkor ugye már kiérkezünk a tengerhez, és ott van egy beach, ami ugyanúgy, hát félig meddig a szállodához tartozik, őszintén ezek le sem mentünk arra részre, mert annyira király volt a pool part, pool rész, bocsi, ugye itt van ez a külső rész, hú, ezt meg sem mutattam egyébként szerintem, mert csak itt távolról mutogattam. Jó, hát most esik az eső, úgyhogy én is azért vagyok ám ennyire menő, meg azért van ennyi időm itt blogolgatni, és tök jó, mert nincsen sok ember. Mindenki feltakarodott a szobákba, de nem mutatom, csak nehogy elessem. Még az jó lenne. Dobok egy hasast még a lábsérülésem mellé. Na, nem mutatom milyen. És egyébként itt alattunk pedig ugye már kapásbólas sétány van, ami egyébként itt Makarszkán, hogyha így jól értelmeztem, akkor 4 km hosszú, vagy hát nem teljesen, mert szerintem kicsit kevesebb, de az a kis vonat, ami nyomja itt a köreket, az 4 kilométert megy, és nagyjából ott áll meg, amerre én futottam, tehát ameddig ott még ilyen nagyjáboli út van, addig egyébként el is megy, és tök jó tájakon visz keresztül, szóval szinte odáig a futó, mármint a terep futó részig kimegy egyébként. Ha ez miatt a zene miatt letiltja a videómat, már megint, hát azon fú, de ki fogok borulni. Na, látjátok, milyen gyorsan tudok már sétálni? Nagyon menő vagyok. Szóval, megyek tovább. Csak nem akarom azt se, hogy elusszon a kép, meg jaj, hát a nagy izé, figyelj, nézzétek, ezek az ülések, az ülőalkalmatosságok, ilyen csipeszek. Nem tudom, tehát értelmezzétek, csipeszeken kell ülnöd. Na, nem mutatom gyorsan itt a... Ez milyen rész? Mountain and Sea Place. Mountain and Sea Place. A hangout place. Tehát én ezt hívom ugye lobbynak. És akkor itt van egy ilyen kis dolgozósarok. És ami a legkomolyabb tud szerintünk az egészben, hogy jó, oké, persze, hogy több faszán meg van csinálva, meg mindenhol csatlakozók, meg töltők, de hogy alapvetően nem is tudom mikor, de láttuk, hogy ja igen, figyeljetek. Tehát vannak powerbankok. A Peti ilyennel futkos egyébként, mert milyenekről töltjük napközben a telefonunkat, meg hoztunk magunkat, de ez milyen durva, hogy a hotel biztosít neked ilyet is, és simán ki tudod egyébként magaddal vinni, de nem is kell annyira kivinned, mert ott meg a falba, ahol ugye mi is fetrengtünk, ott van 220-as csatlakozó is, tehát oda simán be tudod úgymond dugni a telefonodat, úgyhogy egy csomó ilyen powerbank van, illetve tabletek, amit simán tudsz egyébként használni. Ez milyen tablet? Gyerekek, nem értek a tabletekhez. Na, szóval nagyon kis komoly, és bármelyik programot tudod rajta használni, tudsz itt rajta dolgozgatni. Elég, nem tudom, nekem nagyon tetszik, úgyhogy. Jó, hát azt még nem is láttam. Nézzétek a lámpatest. Cseresznye. Az egy cseresznye lámpatest. Hát nem hiszem el. Hát ilyen nincs is. Nagyon jó. Na, visszarakom. Úgyhogy így nagyjából ennyi. Itt még van egy ilyen bőrszékes rész. Tehát így jó, hogy a telefonját. Mit csinálsz magad? Nézd a kis macskánkat. Igen, mi van kamerázva a házunk. Na, úgyhogy hozzánk aztán ne gyertek lopkodni, hallod? Mert ott lebuktak. Ja, aztán amint kiborultam, mondjuk az volt, hogy nem mutatom mindjárt a WC. Mi? Olyan jók a WC-k, és soha nem mutatja meg senki. Ezt mindjárt emeljük, még gyorsan megmutatom. Amint kiborultam, hogy ezek a pólók, miért mutatom a pólókat, kibaszott drágák.
A férfi póló 7000, vagy mennyit számoltunk át számolva? 7-8, ez még azt mondom, oké. Okay. A női, ez az 12000, tehát várj, bal lábbal lefele, jobb lábbal felfele, jó. Úgyhogy, ja. De jól nézek ki a pólók, az a cser is. Annyira cuki, de az egy 13000 forintot egy ilyen pólóért? Na, inkább akkor egy Nike tudsz. Na, annyira imádom, amikor ilyen közös tér van, azt annyira nagyon szeretem, mert berakom egyre, ott jobb a képernyő. Na, villany! Kivár, iszonyatosan faszák, annyira jól meg vannak csinálva, hihetetlen. Bocs, kicsit már nagyok rám ezek a göncök, de sose azt néz. Jó, tehát mindenhol körbe tükör. Tehát brutál a hely. Szerintem mindenki jöjjön el ide, aki egyszer teheti. Jaj, milyen jók ezek az ülések, és ezt láttad? Ez is milyen cuki ülés. Ez zsiráfoknak készült szerintem. Ez a zsiráfoknak az ülése. Két zsiráfot szívesen látnak. Ja, hármat. És egyébként a hotel az ilyen állatbarát hotel, úgyhogy találkoztunk csomó kutyussal, meg ugye van neki macskája, úgyhogy most a magusztát mutogatom, mint valami hülyét. Megetted a sütidet? Milyen volt a white? A gyümölcs, almát. Milyen volt a white süti? Kokuszos. Ne bassz föl! Bocsánat. Szegény Peti. Kokoakéket keresett egy csomó ideig, majd kikérte a kokoakéket, és rájöttünk, hogy a koko az a kaka. Én a nagy angolosnak nem esett le, hogy ez nem a kókusz. Már annyira belém beszélt, hogy ez a kókusz vagy. Na mindegy. Igen, én megkértem egy... milyen? Aha, almond és füge. Csisztíni az almond. Na mindegy, jó, azt. Na, az a lényeg, jó. Na, lezártam ezt az etapot.